Ma azért gyűltünk össze, hogy az ellenzéki pártok közül elsőként, azért az egy kis büszkeség számunkra, bemutassuk a pártunk programját. Ezt a pártelnök Huszti Andrea fogja fölvezetni, utána Székely Sándor pártunk országgyűlési képviselője fog néhány szót mondani a programról, és Szanyi Tibor a párt miniszterelnök jelöltje fogja prezentálni a programot, illetve a hozzá kapcsolódó eszmei, ideológiai hátteret is. Hogy átadom Andreának a szót, és én köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm mindenkit az Igen Szolidaritás online sajtótájékoztatóján, amelyet azért hívtunk össze, hogy bejelentsük pártunk programját. Programunkkal elsősorban a választókhoz szólunk, ezért a mai napon honlapunkon is megjelentetjük egy tömörített változatban, amellyel egyfajta társadalmi párbeszédet kívánunk kezdeményezni. Mivel az Igen Szolidaritás az elvi politizálásban hisz, nagyon fontos lépésnek tartjuk programunk széles körben való megismertetését, ezért egy konferencia sorozatot is elindítunk, amelynek első alkalma november 28-án online formában lesz. Erről pár napon belül szolgálunk majd pontos információkkal. 2,5 hónapja jelentettük be pártunk alakulását. Azóta gyakorlatilag világjárvány van, de ilyen körülmények között is megalapoztuk Magyarországon a baloldali elvi politizálást. Elkezdtünk az emberekkel foglalkozni, a béreikkel, a nyugdíjukkal, a családi pótlékkal. Kimondtuk, hogy az országban dúló vadkapitalizmus és a fogyasztói társadalom kizsigereli az embereket. Nemet mondtunk a szélsőségekre a borsodi időközi választás kapcsán, ahol közel 2,5%-ot kaptunk, mint új párt. Egyedülként nemet mondtunk a Fidesz felhatalmazására a Magyarországgyűlésben. És most hoztunk egy olyan politikai programot, amelyre 4,5 millió magyar dolgozó igent mondhat. Ebben a programban az emberek, a dolgozók jólléte a prioritás. Igenek és szolidaritás alapú társadalom. Erről szól a programunk. Célunk, hogy Magyarországon a már meglévő jobb, illetve liberális politikai pólusok mellé újra megteremtsük a baloldali pólust. Azt látjuk, hogy a választók rezonálnak az üzeneteinkre. Folyamatos a párt felé az érdeklődés, épül a szervezetünk, jelentkeznek fiatal és tapasztaltabb politikusok is. Arra készülünk, hogy 2022-ben történelmet írva, 30 évvel a rendszerváltás után egy valódi, rendszerkritikus baloldali pártként frakciót alapítunk a Magyarországgyűlésben. És akkor átadom a szót Székely Sándornak. Igen, köszönöm a szót. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomnak a sajtótájékoztatójában. Pártunk elnöksége tisztában van a jelenlegi politikai helyzettel. Úgy látjuk, hogy a választók jelentős része kormányváltást akar, mi is. Ám éppen azért, mert a kormányváltás esélye nagy, nem mindegy, hogy kik és milyen programmal futnak neki a 2022-es választásnak. Mi elkötelezettek vagyunk a baloldaliságunk mellett. A többi ellenzéki szervezetnél azt látjuk, hogy egyelőre nincs se programjuk, se pedig jövőképük, azon kívül legyen sajtószabadság és legyen rendben az alkotmányosság, illetve az emberi jogok. Ezen törekvéseiben egyébként egyetértünk, de számunkra ez kevés. Mit él a demokrácia, a sajtószabadság, az alkotmányosság, ha az embereknek nincs fizetése, 2-3 munkahelyen kell dolgoznia, jó részt feketén, hogy így aztán nyugdíja se legyen, arról nem is beszélve, hogy az egészségügyi ellátás és most már az oktatás is egyre kevesebbeknek tud alapszolgáltatás lenni, de már hogy itt a jó oktatásra és a jó egészségügyi ellátásra gondolunk. Pártunk a kormányváltás érdekében kész az együttműködésre, csak program alapon. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy Szanyi Tiboron kívül a magyar ellenzéki közbeszédben csak volt fideszes vagy vállalta jobboldali, illetve milliárdos üzletember jelöltek vannak. Ez jól jelzi, hogy milyen elvi alapokon nyugszik egyelőre az ellenzéki összefogás. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, hajlandóak vagyunk részt venni az előválasztásban, ha az program alapú, és amennyiben a résztvevőknek egyenlő feltételeket biztosítanak. Az előválasztásban tehát akkor veszünk részt, ha ugyanolyan befolyással vehetünk részt a folyamatok kialakításában, mint a többi szervezet. Szeretnénk jelezni, hogy hát most ez egyáltalán nincsen így. Ha ez nem változik meg, akkor pártunk ezt tudomásul veszi, nincsen ezzel semmilyen probléma, és akkor a demokratikus szabályoknak megfelelően el fogunk indulni a
választásokon, állítani fogunk listát is, remélhetőleg mind a 106 helyen. Összességében az a helyzet, hogy akár önállóan, vagy akár együttműködéssel, de mi mindenképpen el fogunk indulni 2022-ben az országgyűlési választásokon, és mint azt elnökasszony is említette, történelmet fogunk írni, hiszen 30 év a rendszerváltás után újra lesz valódi antikapitalista társadalom, tehát antikapitalista párt a magyar parlamentben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Szanyi Tibor. Átadom a szót. Igen, bocsánat. Igen, köszönöm szépen, jó napot kívánok, én éppen bajlódom egy picit, mert konkrétan nem erülnék készül a számítógépen, de ezzel most itt változtatunk. Szóval, ahogy ezt Huszti András és Székely Sándor is elmondta, mi egy jelzők nélküli baloldali párt vagyunk, és ilyen értelemben egy jelzők nélküli baloldali programot írtunk, de azért, hogyha ezt egy kicsit mégis valahova be kell sorolni, akkor azt mondom, hogy egy ultramodern, európai igényű baloldali programot írtunk. A helyzet az, hogy mi azt látjuk, hogy a magyar politikának a kormány ellenzéki dimenziója az nagyjából úgy néz ki, hogy a kormány jószerivel azt ígéri, hogy folytatják. Az ellenzéki oldalon meg a leggyakoribb ige, ez a visszaállítjuk nevű szó. Mi a magunk részéről pedig a megteremtjük gondolatkör mentén készítettük ezt a programot. Nagyon sok olyan eleme van ennek a programnak, amelyik látszólag innovatívnak tűnik idehaza, de hát azért a világon ez nagyon sok helyütt igen jól bevált, és meg kell mondjuk őszintén, hogy a mi programunk azért elég jelentőset merít a sikeres baloldali politizálásból már elsősorban Európában vagy Nyugat-Európában, és ezek sorában tulajdonképpen azt kell említenem, hogy mi nagyon is szeretnénk meghonosítani Magyarországon azt, ami még igazából sose volt, ez a teljesen önkéntes alapú, ám de a közösségi erőforrásokat a legjobban kihasználni képes szövetkezeteknek a világáról beszélek. Ez számos országban, Hollandiában, Dániában, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban fantasztikus sikeráldozat, és elsősorban a kis és középvállalkozásoknak a világát erősíti. Ezen felül csak kiemelve a programunknak a legizgalmasabb, legértékesebb részeit. A társadalmi kohézió érdekében mindenféleképpen szeretnénk bevezetni egy úgynevezett önkéntes közösségi szolgálatot, amely lényegében sokak fülében talán a sorkatonaságra hajaz, de valójában azt mondja, hogy nem feltétlenül védelmi szempontokat figyelembe véve, hanem nem utolsóban a szociális ágazatban, kórházakban, idősgondozásban, de akár a környezetvédelem területén fiatalok fél évre tudjanak úgy munkát vállalni, hogy ez az önkéntes közösségi szolgálat egy szerény ösztöndíj is tartozna magyarul Cost Quarté, de a lényeg az, hogy az, ami ma, hát mondjuk úgy, de én ezt talán kevésbé értékelhető, de az, hogy a fiatalok azok első munkahely gyanánt gyakorlatilag egy önkéntes közösségi gyakorlaton vehessenek részt. Másik ilyen innovatívnak tűnő javaslatunk, ez a választási korhatár lesügyeztése vagy levitele 16 évre. Sokakban rengeteg kérdést vált ki, nekünk meggyőződésünk, hogy a mai fiatal korosztályok bizony már 16 éves kortól vannak olyan tájékozottak, mint sok más egyéb korosztály, és hogyha az ő jövőjükről szól nagyon fontos döntések beszélünk, mint jövendő feladat, akkor nyilvánvalóan az ő hangukat is hallatni kell. Talán a mostani járvány idején a legfontosabb, ami az egészségügyi
koncepciónak a gerince, a lényege, hogy egy korlátlan társadalom biztosítást vezetnénk be, mindenkinek járjanak a lehető legmagasabb szintű egészségügyi szolgáltatások, független attól, hogy milyen körülmények között fizeti, vagy akár akaratán és jó szándéken kívül mégse fizeti a társadalom biztosítást. A társadalmi biztosítás bevételeit azt egy külön problémacsomagnak kezeljük, és a legfontosabb egészségügyi szolgáltatásoknak a biztosítása minden magyar ember számára. És talán azt hiszem, hogy a mai napokban különösen fontos az, amikor mi azt mondjuk, hogy az európai kapcsolatainknak, az európai politikákhoz való hozzáállásunknak egy progresszív újragondolásában, vagy arra törekszünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy aktív részt kívánunk venni abban az európai folyamatban, amit az európai intézmények meghirdettek, ez Európa reformját jelenti ennek. Nyilvánvalóan rengeteg részlete van, ezt én most nem szeretném mondani. És akkor itt jön a lényeg, amit Huszti Andrea és Székely Sándor is kiemelt. A kormányváltás számunkra egy technikai minimum. Ezt meg kell csinálni. Aki csak él és mozog, és érdekelt egy normális magyar jövőben, az igenis fogja össze, és közösen távolítsuk el ezt a mostani kormányt. Viszont a kérdés a kérdés, hogy mit csinál másnak. És ebben a kategóriában nekünk elementálisan fontos az emberek jóléte, más a programunkban közreműködő közgazdászok megfogalmazása szerint jól léte, és mi több, hogyha még a környezetre igényesebb gondolkodók szavahasználatát is ide veszünk, akkor a jó élet kérdése az számunkra elsődleges, és vannak olyan meghatározott számaink, amelyeket mi egyféle szuper alapnak tekintünk, ez pedig a nettó 200.000 forintos havi minimálbérnek az ügye. Ez egyébként nagyon sokakban mindig felhorkanás kell, de azért jelzem a tisztelettel, hogy a mai magyar versenyszférában a jövedelmek azért lenne jóval magasabbak, tehát ez a 200.000 forintos nettó minimum, ez egyáltalán nem tűnik egy realisztikus számnak. Nem utolsó sorban azért azt is meg kell jegyezni, hogy a közszférában azért az ügyben még lenne bőséggel teendő, mert ott viszont eléggé gyalázatosak a fizetések. És nyilvánvalóan ez a 200.000 forintos havi nettó minimálbér, ez nem önmagában van, hanem ehhez kell illeszteni az állam, illetve a, mondjuk így a munkaadóknak az étvágyát is. Tehát létezik egy olyan egyensúlyi pont, ahol úgymond mindenki, minden szereplő kasszánál van, és az emberek pedig legkevesebb 200.000 forintos havi nettó bért tudnak hazavinni. A másik ilyen nagyon-nagyon ragaszkodós számunk, ez a 100.000 forintos minimum jövedelem, ezt így hívjuk. Gyakorlatilag ez mindenkinek jár, akinek úgymond önálló jövedelme nincs, és azért tegyük azt ide, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon kevés kivételt leszámítva, de tulajdonképpen mindenkinek van valamilyen jövedelme, még akkor is, hogyha ez 100.000 forint alatt van. Ez egy kiegészítő intézkedés a mi képletünkben, tehát mindenki, akinek nincs 100.000 forintnyi jövedelme, annak szociális alapon ezt egészítsük ki 100.000 forintra, ami egyébként nem egy nagy csoda, ez konkrétan a létminimum alatti szám egyébként ma Magyarországon. Ez vonatkozna a munkanélküliekre, vonatkozna a legkisebb nyugdíjra, vonatkozna a különböző járadékokból élőkre, otthonápolókra és mindenkire, akinek úgymond önálló jogon nincs jövedelme, ezért is mi ezt szociális minimum jövedelemnek. Ennek egyébként a számossága az pár százezer fő, tehát ez nem azt jelenti, hogy ebből bele kell rokkani a bármilyen költségvetésnek, vagy az országnak, ez tulajdonképpen az emberi szolidaritás és az emberi tisztességnek egy minimuma. A harmadik ilyen nagyon-nagyon fontos számunk, ez a 37.500 forintos családi pótlék, ez gyakorlatilag háromszoros a
a mai családi pótléknak, viszont messze, még mindig ezzel együtt is messze az európai átlag alatt marad, még a súlyozott európai átlag alatt is, sőt, ahhoz képest, mert különösen mondjuk, hogyha súlyozni kell, akkor vegyük rögtön Németországot, amelyik népesség és a legnagyobb súlyú, az 200 euró környékén van, tehát 70 ezer forint az, amit mi 37.500 forint nevezünk, a szomszédos Ausztriában is nagyjából ugyanezeket a mértékeket látjuk, de Lengyelországban is jóval magasabb, mint 37.500 forint a jelenlegi családi pótlék. És akkor a negyedik számunk az ugyanekkora, 37.500 forint, mi úgy gondoljuk, hogy ez viszont a 100.000 forintos minimum, vagy legkisebb nyugdíj fölött is járna minden magyar nyugdíjasnak. Ennek az indítéka egy rendkívüli intézkedés, a Covid-járvány okozta jövedelemkiesések, illetve áremelkedéseknek a kompenzációját szolgálja, viszont ezt a Covid-járvány múltából is szeretnénk életben tartani ezt az intézkedést. Tehát ezek azok a fő számok, amihez egyébként időnként meg különböző megszólalásokban hasonlókat mondanak a különböző ellenzéki pártok, de abban a koherenciában, hogy mi ezt előterjesztettük, ez azt hiszem, hogy jelenleg senkinek a gondolatrendszerében nincs, viszont nagyon-nagyon szívesen ajánljuk ezeket mindenkinek a figyelmébe. És akkor végezetül, ahogy Huszti Andrea és Székely Sándor is említette, mi ezzel a baloldali hozománnyal gondolnánk egyrészt közreműködni az ellenzéki közös program kialakításában, már amennyiben erre ezeknek a pártoknak mutatkozik igénye, és természetesen ezekkel a gondolatokkal fognak felsorakozni azok a jelöltjeink, akik elsődlegesen az előválasztásokon kívánnak megmérkőzni, nyilvánvalóan, ahol pedig nincs előválasztás, ott értelemszerűen ezt saját másként értelmező önállóként fogják a jelölteink megjeleníteni. Tulajdonképpen nagyon kell összegeznünk ezt az úgy hangzik, hogy azok az érdekeit szolgáljuk, akik aktívan tevékenykednek nap, mint nap. Nyilván a dolgozók fogalmával beleértjük azokat, akik később kapcsolódnak be, itt a fiatalokra gondolok, és a dolgozóknak tekintjük mindazokat, akik egyébként elérték a nyugdíjkorhatárt és becsületes munkával a hátuk mögött. Na hát kéne, hogy élvezzék az életüket. Nagyjából ezek azok a program elemek, amiket én szeretnék kiemelni, jelenleg 82 pontból áll a programunk, foglalkozik az államszervezettől kezdve az ökocídium, tehát a természeti környezeti összeomlásnak a elhárításával. Gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy szinte mindenre kiterjed a figyelmünk. Ez a 82 pontos program, ez elérhető a honlapunkon, nyilván ezek csak rövid pattogós mondatok, viszont hogyha bárki ránéz ezekre a mondatokra, és rögtön azt mondaná, hogy ő ezzel nem ért egyet, akkor mielőtt ezt kivenne a száján, azért szeretnénk, hogyha esetleg meg tudnak ezt vitatni, mert azért maga a programunk az jóval részletesebb, mint az a 82 többet, amit jelenleg felraktunk az internetre, no pláne annál a 9 gondolatnál is több, amit itt most én röviden ki tudtam fejteni. Köszönöm. Köszönjük szépen az előttem szólóknak, pártunk vezetőinek, és szerintem most ilyen bekiabálásos alapon nyugodtan tegyük föl, vagy tegyétek föl a kérdéseiteket, amik bennetek maradtak. Robert? Igen, van. Hát én átfutottam ezt a program tervezetet, és akkor ott szerepel egy ilyen közösségi akadémia, amit létrehoznának, és én arra lennék kíváncsi, hogy maga a szó, a közösség, az a magyar társadalom kollektív tudatában még mindig, nem mindig a 1989 előtti
hát nem tudom, ezt a negatív jelentését hozza magával, tehát hogy hogyan lehetne a közösségiséget a magyar közgondolkodásban meghonosítani? Tehát hogyan tervezi a párt ezt létrehozni? Szabad válaszolni meg? Akkor közösségi média, közösségi közlekedés, ezek abszolút meghonosodott szavak. Erre mondtam azt, hogy egy abszolút modern megközelítésben gondolkodunk, és tulajdonképpen az internet adta lehetőségek, azok fantasztikusan kitárják az ablakot tulajdonképpen mindenki előtt. Ezzel szemben a mai iskolarendszer az óhatatlanul nem képes egy csomó olyan funkcióra, ami tulajdonképpen mondjuk így, hogy az életnevelésnek a kérdéshez tartozik. Egy picit belelóg ebbe a gondolatkörbe a közösségi szolgálat, ami ugye az önkéntes közösségi szolgálat, ami valamennyire a sorkatonasághoz hasonlítottunk. Egyébként ez Székely Sándornak és a szolidaritás mozgalomnak egyféle hozománya, ez az elgondolása, igen, szolidaritás Magyarországunk egy mozgalom pártba. Mi attól, én tulajdonképpen azt mondom, hogyha valaki tudatosan félre akar érteni valamit, és 89 előttre akar asszociálni, azt szeretnénk erről lebeszélni. Gyakorlatilag a közösségi megoldások, ez a megosztás alapuló tevékenység, gazdasági tevékenységeknek a tárházát, így most nem akarok visszautalni az Uber-től kezdve meg annyi fogyasztási szövetkezetek a dolgára, energiaklubok és egyébek, ezek mind közösségi elképzelések, és hát a szociális gondolkodás az már csak úgy a definíció szerint is eleve közösségi alapú, a szolidaritás szintén nem lehet más, mint közösségi alapú, tehát hosszasan lehetne sorolni azokat a területeket, ahol ezt a szót jó szájízzel használjuk. Mi ezzel együtt nagyon szívesen bárkivel, aki úgy érzi, hogy neki van ezzel a szóval. De hogyha szabad még egy mondatot mondanom, ez tulajdonképpen máshol úgy szokták mondani ezeket a közösségi iskolát, vasárnapi iskola. Tehát ez az, amikor oda jön egy orvos, most hogy az interneten, vagy klub összejövetelen van, és elmondja, hogy mit csinál egy sebét. Oda jön egy hazánkovás, és elmondja, hogy mit csinál egy hazánkovás. Oda jön egy bankár, és elmondja, hogy mit jelent az, hogy bankkártya. Ezek azok a dolgok, amiket az iskolában egészen biztosan nem tanítanak meg senkinek, és nem csak gyerekeknek, hanem bizony felnőttek is nagyon komolyan bajlódnak bizonyos fogalmakkal, és akkor most itt hadd utaljak csak egy nagy témára, egy nagyon nagy témára, ahol azt kell mondjam, hogy súlyos ismerethiány övezte az egész problémát, hogy akkor 20 éve körülbelül 2 millió embert dönt a nyomorba, ez a devizahiteleknek a kérdése. Ugye egészen más lenne a világ, hogyha ezt ilyen közösségi iskolák szintjén is tudta volna tárgyalni a társadalom, hogy mi az, hogy hitel, mi az, hogy deviza, mi az, hogy árfolyam kockázat, és még sok minden más. Tehát egy ilyen népoktatás, és akkor most megint egy olyan szót mondtam, amire valakinek 89 előtt ugrik be, de nem tehetünk más, Magyarországon van egy magyar nép, és hát annak viszont meg minél több ismeretre van szüksége. Sándor? Én is válaszolnék, hogyha nem probléma. Hát igen, nem igyekszem rövid lenni ez ügyben, hogy tehát számunkra nagyon fontos az, hogy ugye egy új hangot hozzunk, és ugye az szerintünk egy óriási probléma Magyarországon, hogy az elmúlt 30 évben ez a kapitalizmus, meg ez a fogyasztói társadalom magával hozta ezt az elképesztő méretű individualizmust, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy a magyar társadalom, más társadalmak is, de a magyar is elképesztő módon atomizálódik, és itt egész egyszerűen senki nem beszél senkivel, és gyakorlatilag ez a közösségi lét, ez már a borzasztóan leszűkül
és gyakorlatilag a társadalmi csoportok, és nem esélyük sincsen arra, hogy találkozzanak, vagy együttműködjenek valahogy. És ezt a programot ezért tartjuk nagyon-nagyon fontosnak, hogy a magyar társadalom az végre ne egy ilyen iszonyatosan atomizált valami legyen, ahol senki nem tud a másikról semmit, hanem igenis egy olyan, amely képes az együttműködésre, képes a saját maga érdekeit esetleg egy csoport fölé helyezni, és hát ugye az sem ártana, ugye, mert ugye ezben a fél év alatt mindenféle tudást elsajátíthatnának a fiatal emberek, ugye egészségügyit, katasztrófavédelmit, akár katonait is, hogyha baj van, mint például most is, ugye az elmúlt 8 hónapban, ha baj van, akkor mondjuk az ország egy jelentős része tudja, hogy mit kell tenni katasztrófa helyzetben, tudja azt, hogy esetleg hogyan kell beadni egy injekciót. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon fontos alapkészségek, amiket ez alatt a fél év alatt igenis meg lehetne szerezni, és nagyon szeretnénk, hogyha az önkénteskedés, ez nem a magyar, mondjam, felső 10.000-nek egy ilyen nagyon jó szokása lenne, hanem ez egy ilyen általános dolog lenne Magyarországon, hogy teszünk a közösségünkért, a tágabban vett közösségünkért is, és nem csak saját magunkért. Úgyhogy ennek ez lenne a értelme, és azt gondoljuk, hogy úgy lehet ezt a dolgot megnyerni, ezt a csatát, hogyha sokat beszélünk róla, meg fogjuk próbálni. Van-e még további kérdés? Vagy hozzászól? Van, tehát hogy szerepelt a programban a szociális alkotmány fogalma, de gondolom ez, tehát ezek a pontok, amik most elhangzottak, jelentik az alkotmánynak a programját, tehát hogy ez arra lettem volna kíváncsi, hogy pontosabban vagy konkrétabban ez a szociális alkotmány ez mit jelentene. De gondolom ezeket, tehát hogy ez a közösségi vasárnapi iskola, meg ezek a pontok. Igen, már egy picit jóval többet. Ugye a kormányváltó lendület, ami jelenleg van Magyarországon, ennek a mértéke azért még kicsit kérdéses tekintettel arra, hogy alkotmányozó erő azért az mindenképpen legkevesebb kétharmad tudna lenni. Tehát e tekintetben az ambícióknak van egy ilyen jellegű korlátja, hogy vajon tud-e kétharmados vagy annál nagyobb súlyra szert tenni az ellenzék. Én nem akarom ezt a kérdést is megválaszolni, de annyit mondok, hogy akár igen, akár nem, mégiscsak érdemes azzal foglalkozni, hiszen adott esetben az ellenzékbe szoruló Fidesz is lehet partner egy pár olyan dologban, mint például ez a szociális alkotmányozás. A jelenlegi alaptörvény gyakorlatilag nem tartalmaz szociális elemeket, csak nagyon közösen fogalmaz meg bizonyos dolgokat, de ugye ez az alaptörvény, ez főképpen azért volt sokaknak fájó, mert a korábbi alkotmányhoz képest megszüntette a szociális jogoknak egy egész sorát. Ilyen például a nyugdíj, ugye? Ilyen például a társadalom biztosítása ellátásra. Ezek nem jogosultságok, ezek most a kormány által nyújtható szolgáltatások, ami jogok egyébként az alaptörvényben is benne foglaltatik, hogy pusztán az, hogy valaki nyugdíjjárulékot vagy TB-járulékot fizet, ez nem jogosítja föl semmilyen szolgáltatásra, hanem ezek szociális szolgáltatásként járnak a kormány kényekedbe. Szerint persze, hogy a köznyelve továbbra is nyugdíjnak, TB-nek, meg ilyeneknek nevezi, az olyan, mint az élelmiszerboltoknál is a mai napig közértől mondanak sokan. De tartalmá tekintve nem az. A másik pedig az, hogy azért tartozik ide még jó pár dolog, például a lakhatáshoz való jog, ami mögött egyébként szintén közösségi megoldásokat látunk, így például az önkormányzati vagy állami bérlakás építésnek egy reneszánszát szeretnénk visszahozni, ugyanis jelenleg a mai gazdasági körülmények között egyre távolabbi perspektíva minden fiatal számára, hogy neki valamikor is önálló lakása legyen, ha csak nem valami gigantikus hitelt föl nem vesz, amit aztán nyög élete végéig. De tulajdonképpen Magyarország unikális az Európai Unióban, és nem is tudom, hogy van-e még másik ország, ahol ilyen magas
98% környéki a saját tulajdonú lakás. Ezzel szemben Nyugat-Európában, főképpen a fiatalok vonatkozásában ez még majdnem szinte kizárólag valamilyen önkormányzati vagy állami típusú, tehát nyomott és szociális szempontokat is figyelembe vevő bére van. De ilyen az egészséghez, hogy élelmiszerhez való jog. Ez nem utolsó sorban egy fogyasztóvédelmi történet, tehát a fogyasztóvédelmet is végtelenül szeretnénk megerősíteni, és a fogyasztóvédelmet szintén alkotmányos jogként értelmezik a védelemhez való jogot, az egészséges táplálkozáshoz való jogot, és tulajdonképpen még azért itt az oktatás tekintetében is olyan jogok merülnek föl, amelyek ebbe a szociális alkotmányozás fogalmába beletartoznak. Szeretnék itt nyomatékosan, egy picit Székes Sándor szavaira visszautalni. A jelenlegi ellenzéki pártok egy hangsúlyosan köztársaságpárti, demokráciapárti és esélyegyenlőségpárti képletet vagy arculatot mutatnak. És ahogy ő is mondta, nekünk ez kevés. Tehát mi ezt szeretnénk meghaladni olyan módon, hogy előfelsorolt szociális jogok gyakorlatilag ugyanilyen előre tehessenek szert az érvényesülésnél, és nem lehet máshogyan garantálni, mint azt, hogy ezek alkotmányos téziseké válnak, pusztán kormányok jó indulatára nem szabad bízni, tehát úgy is mondanám, hogy mi vagyunk az ellenzék plusz, tehát az a nemzeti minimumok, amiket ezek a jelenlegi országgyűlési vagy európai parlamentben képviselettel rendelkező pártok mondanak, mi azt mondjuk, hogy hát azért a minimumokat jó lenne meghaladni, és az az a plusz, az a szociális dimenzió, ami minket maximálisan részint megkülönböztet, részint pedig hát remélhetőleg kiemel pozitív értelemben az eddigi ellenzéki gondolkodáshoz képest. Ha van még kérdés, vagy hozzászólás, jöhet bátran. Van még egy utolsó, hogy szerepelt ebben a tervezetben az, hogy újra gondolni az EU és Magyarország viszonyát. Ez konkrétan mit jelent? Nem forradalmat, félreértés ne essék. Ez sok tárgyalást jelent, ami semmit nem akarunk fölmondani az eddigi viszonyból, hanem új dolgokat akarunk rátelepíteni erre az egész ügyre. Ha mondok egy konkrét példát, ami a legnagyobb tétel jelen pillanatban bármilyen alapon vett költségvetésben, ez a mezőgazdaság. Nem véletlen, hogy épp a napokban fáj a szívvel, de az Európai Bizottság visszavonta a reform javaslatait a mezőgazdaságot illetően, egyszerűen azért, mert annyira korhatni látszik a régi keretrendszer, és annyi sok új javaslat jött, hogy a kettő nem tudott egyféle szintézisé válni a bizottság javaslatában. Tehát vegyük ide, ma a mezőgazdaság a legnagyobb egyedi környezetszennyező és egészségkárosító ágazat. Ez bármilyen furcsa, de ez tényszer. Az egész világon. Tehát a vizek, a földek, a túlkemizálás, és mindennek a következménye az emberi szervezetre az, hogy gyakorlatilag ma már az élelmiszerek esetében növekszik az élelmiszerekkel magunkba vett mikroműanyagoknak az aránya, ez elképesztő folyamatok, tehát gyakorlatilag ezt kell alapvetően újra gondolni, és csak azt, hogy kiszolgáltatni magunkat egy közmezőgazdasági politikának, hanem aktív alakítójával válni. Ebből beletartozik. Hát a Magyarországnak szinte kötelessége nincs Európában még egy olyan ország, ahol ekkora arányban lenne az ország területéhez képest a termőföld. Hát nekünk elemi kötelességünk lenne itt az innovatív és tulajdonképpen a biogazdálkodásnak meg annyi módjával előállítani. Szégyen szemre kúrogunk olyan országok után, ahol még termőföld nélkül is kiváló élelmiszereket tudnak előállítani. Ezekre gondolunk alapvetően, de ugyanúgy ide tartozik, amit mi nagyon-nagyon fontosnak tartunk, az európai, mondjuk így, hogy egy európai
munkatörvénykönyvét is mi helyesnek várnánk. Ez az eurozónában már alakuló félben van, bármilyen furcsa. Vannak olyan stabilizátorok, ami azt jelenti, hogy például a munkanélküli juttatások, azok nem csupán egyetlen egy az adott tagországnak a problémája, hanem a közösségi erővel, hiszen az eurozóna az valamelyet közösségi politikát is jelent. Az évekből nem kéne kimaradnunk, tehát mi ezekhez csatlakozni szeretnénk. Nota bene, a Magyarország történelmi idők óta szinte semmit nem hív le az Európai Szociális Alap nevű, nem is kicsi pénzügyi keretből, pusztán azért, mert a magyar munkatörvénykönyve az annyira bárgyatag és romlott és problémás, hogy tulajdonképpen illeszkedni se tud ezekhez a logikákhoz, és mi ezekre mondjuk azt, hogy a kapcsolatrendszert újra gondolni, akkor úgy is mondhatnám, hogy még több európai képzésbe kéne bekapcsolódni, Magyarország nem használják ki az európai uniós lehetőségeknek 30-40%-nál többet. És erre mondtam, hogy ez egy új dimenzió.